Sziasztok srácok, Zsuzsi vagyok, és ez pedig az Assassin's Creed Black Flag. Régebben játszottam a játékkal, az az igazság, hogy nagyon tetszett akkor is, nekem azonban technikailag nem voltam felkészülve arra, hogy játszak a játékkal, ugye nem volt, kicsit gyengébb volt a gépem. Most gondoltam, folytatom ezt a játékot, tudom nem mai szekér, igazából a véleményetek is érdekel, hogy érdekel-e benneteket a jövőben Black Flag-es videó. Ilyen végigjátszásszerűen, ugye bármilyen Ubisoftos játékot föltöltünk YouTube-ra, akkor azonnal elkezd vernyákolni, mint egy kivert macska, hogy a hang és a kép az nem a mi tulajdonunk, de azt hiszem, hogy ez ennyi áldozatot tudok hozni, ha benneteket is érdekel a játék, mert engem lenyűgöz és iszonyatosan tetszik, meg tetszett akkor is, amikor elkezdtem ezt a sorozat jellegű dolgot. Bal felső sarokba vissza lehet kattintani, és meg lehet nézni. Hozzávetőlegesen egyébként az elejétől olyan 10 percnyi játékidőre vagyunk, és az előző részben megnézhetitek, hogy mi történt akkor. Na de, nézzük Onodi Henriatta, gyerekek! Fönt van 5 méter magasba, és most fogja megugrani a leszúrt Tridbergert. Nézzük a zsűrit! Nagyszerűen ér vízbe! Egy emberfingásnyi buborék csapódik fel leérkezéskor, azt hiszem ez egy 10 pontos volt. Na, nézzük mi lesz. Itt lapulnunk-e, mint szarafibe gyerekek, szó szerint. Ugyanis rejtőzködve kell lecsapkodnunk azokat az MSZP-s kabátosokat. Mert az összödi beszéd kiszivárgott, meg ilyenek. Szóval itt sunnyogva, na, súnyogva a bokorba egyesével kell őket elkapkodnunk. Ha észrevesznek, akkor szarba vagyunk. Lehet velük küzdeni, mint malac a jégen igazából, de kevés az esély a nyerésre. Így szépen berántjuk a susnyásba. Most már, ha itt van, akkor át is kutatom. És volt nála 14 rántott hús, gyerekek. Vagy nem tudom mi, riad pont is lehetne. A játék egyébként fullon van, teljes grafikán játszuk, minden a plafonon van, észrevett minket a csávó. Egyébként rossz fele is jövünk, mert egyáltalán nem kéne erre jönnünk. Minél messzebb vagyunk ezektől, annál jobb. Ugye a sniper csávó az messziről be tud minket nézni. A kereskedőt kell kiszabadítanunk, ja. Nincs a környékünkön már piros kabátos. A játék grafikája és hangulata lenyűgöző egyébként. Ó, hát ez itt gubbaszt, öcsém. Ja, be van bugolva, hát ezt kihasználjuk. Na. Lopunk tőle. Nem bírjuk megölni, mert bugol a csávó. Hát ha már itt van, csak el kéne kapnunk. Nyugodjál le! Kutasd át! Ebben is volt 13 rántott lekvár. Fütyülés! Erre nem is emlékeztem, lehet fütyögni. Hát ez hatalmas. Ezt a csávót kéne valahogy elkapnunk. Gyere haver! A bozótba, és indulhat a perverziós. Nem fütyülni akarok, ezek átkutatni a holttestét. Hol van? Itt állok rajta elvileg. Ja nem, már kizsebeltem, tehát nem bírom. Aha, jó. Ketten vannak még. Hárman! Ó, hát ezt nem láttam. Hát ez nem árt nekünk, úgy látszik. Ugye fel tudunk venni fegyvereket is. Oh, adj egy smárt, te gyufa fej. I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet.
Bonnet kicsit lagzilajcsis arcberendezésű egyébként, már nyomhatná is, hogy újra itt a Dáridó. That is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Ez a forma kegyetlen. Hát annyira nem. Megérezte a fingszagot, lehet. Na, elvileg azzal a ladikkal fogunk veretni, gyerekek. Reméljük van benne sportkipufogó rendszer, vagy valami tuning, esetleg egy kis neon. A játék iszonyatosan gyönyörű. Magáért beszél a látvány. Pedig nem egy mai darab, körülbelül egy éves, vagy 8 hónapos lehet. Valahogy így. Hogy kell fölmászni? Aha. Mászunk föl az oldalára, nézzük meg, hiszen az is fantasztikusan néz ki. Fölmászunk a tetejére, ha már itt vagyunk. Hát ez nem mindennapi, gyerekek, azért. Na, innen nyomunk egy leszúrt Rittbergert. És visszamászunk. Hát sokkal egyszerűbb volt, mintha le kellett volna másznunk. Na, szökkenjél már, pityu! A gyerekek, a kötéltáncos a cirkuszban nem rendelkezik ilyen. Küldjed neki, padlógáz, hagyja jöjjön a lemez. Iszonyat hangulatos játék. Merre kell mennünk? Közben nézem a térképet. Ez végig itt fog tolni a baromságait. Kukhassál már, Lajcsi. Kapaszkodni is lehet. Ja, aha! Vigyázzunk el dolgokra a gyerekek itt, úgy látom, a dukkózásra, meg minden. Rózsaszín flamingók a távolba, kár, hogy nem tudok zoomolni, már zoomoltam volna, mint a Daisy-be. Húzd fel a vitorlát, fordítsd a kolbász arcod új és új világ elé. Figyeljétek, gyerekek, driftelünk! Oh! Egy kicsit el is számítottuk magunkat. Úgy láttam. Arra kell mennünk. Öcsém, ez milyen? Végnyák itt az utak. Felbűg egy kecske a raktérbe. Azt nem értem, hogy ez a csávó ugye fogságban volt, akkor a... A hajó legénysége miért nem segített? Vagy vártak, mint halasz a tyorba? Küldjed neki! Ne, ne, állj meg, bazd meg! Íj, az nagyon közel volt. Nem tudom, mi történik, ha neki megyünk egy... Azt a de durván néz ki. Azt láttátok? Egy ámrás kolbász ott ugrott. De jól nézett ki. És mi van? You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. Nem bírja befogni, Lajcsik, cimbora. És mi van? Ahogy tudom, egyébként a későbbiekben elég sok ilyen hajós küldetés van. Talán még szabadon is lehet tolni. Innom kell egy kortyot ezért.
Közben kapom itt az Uplay-en a Nokedlit. Az se rossz. Igen, most elvileg visszamegyünk az irodába, ugye? Ó, oda nézzetek, micsoda púzója van. Az animált gárénak. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. Tessék, ránéztem. That's it. Down. So far so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. Hello, mama. Mi a pálya? Most kérem, megnyelezd a tenyeret, jó nagyot rácsapni. Hagy visítson. Testing, testing, 1, 2, 3, hello, bonjour. Sas 1 hívja Sas 2. Működik. Alright, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Ne udvarolj már, inkább siessünk. Engem hajózni akarok, meg ilyenek. Vörhi. Vörimöri. Gyere. Szaladjunk. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been studio for... Egy almafa. Sova lett a csaj? Most komolyan vissza kell érte mennünk. És tényleg. Hát ez egy hosszú séta lesz szerintem. Gondolom, itt most bemutat minden. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history. But only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirates. Hát mindjárt oda húgyozok a fa tövébe, hogyha ezt végig kell hallgatnunk. Hol van már megint? It'll just take a minute, okay? Ja, itt vagyok. Na és most mi van? Well, thank you, Nancy. Bonjour, Nick. Hello, Nancy. Vagy Manci. Lehet, hogy Mancinak hívják a vidékiest. C'est bon, tout est prêt. Magnifique. Merci. Besopoa. This is for you. The primary tool of our trade. Mesterségem címere. Your communicator. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Nagyon király. Nem akarok bekapcsolni semmit. Vannak fájlőim. Biztos a kecske pornót, hogy lecuppantotta. Nagyszerű. Seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Azt ott egy polip. Egy oktopusz. Rozál, tényleg pörgessük már meg ezt. Egyes ajtó nyílj ki! Mit tudom én? See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Azt a de profi vagyok, egy liftet is el tudok indítani ebben a modern világban. You ready? Let's go. Teljesen. Mint a matek lecke, olyan kész vagyok itt, mami. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Olivier, kollega. Mehet az acsi-pacsi. Öklözzünk. Have you met our new hire? Just started today. STK keretes, koma, hello, szia. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey them, Connor. Edward, the pirate. Ah, arr, matey. Úristen, de hülye vagy. Very exciting. Welcome aboard. Melanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. Hello. So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor. Desmond Miles. Hova lettél vörhenyes? Ja, itt vagy. And hopefully one day we can forge some fantastic experiences from what we find in there. Az elaludt. Srácok. Most köti be a netet. Most mi van? This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Nekem. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are.
Your very own Animus workstation. This is all yours, so sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. Köszi, haver. I'll check in on you later. Happy pirating. Isten veled. Tér vissza Animusodhoz. Jó, visszatérünk. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. Emlékkutató. If you have any questions, comments, or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Azt. Calibrations complete. Az sem a volt. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Na hát akkor toljuk neki. Itt most szól a zene, gondolom, de ugye én levettem a zenét. De nem hiszem, hogy így is segíteni fog valamit, biztos visítani fog a YouTube. Gondolom, hogy énekelek nektek addig, de szerintem felesleges. Az senki nem élvezné, skacok. Assassin's Creed Black Flag. Jó van már, hát azért valami legyen. Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. See someone you know? No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Flash rogue like yourself must be cautious. Marcona. Hát igen. Roppant Marcona fiatalember. Nagyon gangster. Idézete van a csávónak. Mad to think Spain and... Na és még egy kis töltés, hát be is szarok mindjárt, jön jól. Látjátok, milyen tiszta volt 1600-ban a tenger. Hello. Wonder how many stolen reals bought these men this perch. Nem jött ki senki elénk az állomásra. Elég szomorú. Ó, ezek mik ezek? Ú, itt be lehet fizetni egy karikára? Hogy kell? Ú, de fekete vagy, öcsé. Hát mi lett veled? Közben ilyen piros pöttyök vannak a térképen, és azt nézem, hogy ezek ilyen rendőrök, vagy mi. Vagy nem tudom mik. Ez meg mit csinál? Egyezgeti a hónalját? Na mindegy. Oda kell mennünk a villogó csókához, gondolom. Hello, koma! Pisztoly. Kartpárok. Legyen az. Pisztoly, az jó lehet. A templom tetejére fel kell jutnunk. Oh no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern, a sort of courtyard interior. Hát jussunk. De durva, hogy mászik ez a csóka öcsém. Every finger's a fishhook. That's how you tell a true sailor. Ugrik Borbála. Mikongatjuk meg a harangot, vagy most mi lesz?
De durván néz ki. Nos, srácok, Zsuzsi voltam végül is, ez egy egyfajta véleménykutatás. Ne vergődj, Daga! Hú, ott box van. Azt azért még letoljuk. Íj, a csuka fejes! Kapd el! Szóval, srácok, ez egyfajta felmérés, hogy érdekel-e benneteket. Tudom, már sokan játszották. Már nem egy mai játék. De ettől függetlenül engem iszonyatosan lenyűgöz. És... ne már! Ha nektek is tetszik, akkor folytatni fogjuk ezt a kis sorozatunkat. Hát mi van ezzel? Én nem tudom, egyfajtában mászni akarok. Hogy kopognak a cserepek a lábunk alatt? Állj már meg! Hopp! Menj már! Lefejelt az asszony, mint Zidane a világbajnokságon. A csávót melkason dobott a homlokával. Azért csak el kéne már kapnunk, nem? Állj már meg! Hát ha már így alakult, ki is fosztjuk. Volt már a 11 rakott krumpli. És most futás! Gondoltam, hogy egyből üldöznek. 4-es csillag, mint a GTA-ba. Marib. Hú, de jó helyen szaladgálok, öcsém. Ugyan itt vannak ezek is. Lejárt a körözés? Hopp! Ja, ide betok állni izébe, mi? Itt dumázgatunk. Partizunk. Hopjunk egyet. Nos, srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a videó, írjatok le kommentbe véleményeteket. Zsuzsi voltam. Szevasztok.